Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, ebben a mai videóban pedig a Borutóról fogunk beszélni, hogy mikor érkezik új része, mi várható az új részében, illetve, hogy hivatalosan megerősítették-e a folytatást, úgyhogy nem is húznám tovább a szót, mindenféleképpen vágjunk bele, annyit még így röviden bejelentenék, hogy itt a videóban, amit láthattok a háttérben, előfordulhatnak spoilerek, úgyhogy ha esetleg még nem láttad a Borutót, nem láttad a Borutó movie-t, vagy nem olvastad esetleg a magát, vagy tök például, hogyha nem szeretnél spoilert, akkor csukd be a szemed és csak hallgass, én igyekszem nem spoileresen beszélni a Borutóról, bár a Blue Vortexben nagyon minimálisat talán fog spoilerezni, úgyhogy ha esetleg még nem kezdted el a mangát olvasni, akkor ajánlom mindenféleképpen, hogy olvasd el. Most akkor röviden tömegyen csak ennyit szerettem volna elmondani, hogy a háttérben a videóban előfordulhatnak spoilerek, úgyhogy azért sorry, ha esetleg még nem láttad, akkor csukd be a szemed. Vagy ha nem láttad, akkor miért érdekel, hogy mikor jön a folytatása, hiszen akkor valószínűleg még a végére sem értél, hiszen a Boruto azért az egy kicsit hosszabb anime, nem annyira, mint mondjuk a Naruto. Meg, mint a Shippuden meg végképp nem, mert az de mindegy, szóval, hogy nem annyira hosszú. Na, a lényeg az, hogy mit tudunk akkor a Borutónak a folytatásáról. Ugye, egy dolog már bizonyos, My Anime Listen kirakták, tehát be van jelentve, My Anime Listen már kint van, hogy érkezik a folytatása, illetve mit tudunk még, kijött ugye a Blue Vortex nevezetű manga, ami egy kicsit, hát más megközelítésre mutatja meg nekünk a Borutót. Ugye itt még nem animéről beszélünk, ez nagyon fontos. My Anime Listen tényleg kirakták, hogy érkezni fog. Itt azt a címet kapta, hogy Boruto Naruto Next Generation Part 2. Viszont ugye a Boruto Blue Vortex, az már egy kicsit más nevet kapott. Ugye itt két felé irányul egyébként a folytatás felé lévő teória. Valaki azt mondja, hogy a Blue Vortexet fogjuk megkapni, mint folytatást. Ugyan egyébként megerősítve az nincs, hogy a Blue Vortex magából fogják egyébként az animét történetszerűleg folytatni. Itt ugye azért egy jó pár éves ugrásról beszélünk a történetben, illetve azért vannak elég komoly változtatások, de viszont ugyanabban az univerzumban játszódik a Blue Vortex és maga a Boruto Naruto Next Generation. Ugye én azért nem is mondanám 100%-ra azt, hogy a Blue Vortexet fogják folytatni, mert mint azt láthatjátok itt, a My Anime Listen ki is van rakva egyébként, hogy part 2, tehát nem az van kiírva, hogy mondjuk Boruto Shippuden, mert tudom, hogy nagyon sokan egyébként erre tippeltetek, mint a Naruto esetében a Naruto Shippuden, de nagyon sokan arra tippeltetek, hogy Boruto Shippuden lesz egyébként. Én lettem volna a legboldogabb, hogyha ezt a címet kapják, de hát, hogy ezt a címet kapják, ezt a címet adják, de hát nem ez történt. De ugye nem az van a címben, hogy Boruto és Blue Vortex, úgyhogy ez már sejtett valamit, de nem tartom kizártnak egyébként, hogy a Blue Vortexet fogják folytatni az animében, de ez nincs megerősítve. Ez csak egy teória, tehát jelenleg igazság szerint ez semmilyen hivatalos fórumon, oldalon nem jelentették be. Annyi, hogy My Anime Listen már ki van rakva, hogy érkezik a Boruto Naruto Next Generation Part 2, illetve ezt hivatalosan be is jelentették, hogy az animét folytatni fogják. Jelenleg arra satszolnak az emberkék, ugye itt nem a mangakák, nem az anime készítők, itt nem hivatalos forrásról beszélünk, emberkék alatt, fanokra gondolok, rajongókra, internetes emberkékre, stb. 2024 végére, 2025 közepére satszolják. Én azt mondom, hogy szerintem ezzel még bőven várni kell. Nagyon úgy néz ki, hogy a mangával nagyon lassan haladnak, ugye az fix, hogy a Boruto manga az lezárult. Tehát én most ennek próbáltam azért utána járni, a manga lezárult, tudtam, javítsatok ki a komment szekcióban, nem? Én úgy tudom, hogy lezárult a Boruto manga, kizárólag csak is a Boruto Blue Vortex, így fogom hívni egyébként, nem ez a neve, hogy Blue Vortex, hanem Two Blue Vortex, csak ez kurva nehéz kimondani. Úgyhogy Boruto, Blue Vortex, manga, az viszont folyamatosan érkeznek az újabb fejezetek. A sima Boruto manga viszont egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy lezárul. Ténylegesen finish, le van zárulva a Boruto manga, úgyhogy már csak a Blue Vortex érkezik. Meglátjuk, hogy hogy állunk sztorival. Hát, nagyon úgy néz ki, én őszinte leszek veletek, ez nem 100%-os információ, én sem hiszek benne 100%-ig, majd akkor fogok 100%-ig hinni benne, hogyha saját szememmel látom és tényleg ott van. Nagyon úgy tűnik egyébként számomra, hogy a Blue Vortexet fogják folytatni, hiszen ha összerakjátok a képet, a Boruto manga lezárult, az anime a mangából készült, a Naruto-s anime a mangából készült, az animék nagy része, sőt, 90%, 9,9%-a a mangából készül,
Úgyhogy igen, ezt lehet tudni jelenleg a Naruto, vagy hát Naruto-ról, én nem tudom, miért Naruto-t mondtam, Boruto-ról, hogy lesz folytatás, ez hivatalosan be van jelentve, az, hogy mikor érkezik, azt pontosan nem tudjuk. Az emberek satszolják, 2024 vége, 2025 közepe, szerintem addigra még bőven nem lesz befejezve a manga, úgyhogy én azt mondanám nektek, hogy egy ilyen 2-3 évet szerintem minimum, kihangsúlyozom, 2-3 évet minimum várni kell arra, hogy az anime elkezdődjön. Úgyhogy igen, nagyon úgy néz ki, hogy a Blue Vortex-et fogjuk látni animében, nem Boruto Shippudenként, bár nem tudom, hogy ezt miért ezt a címet adták egyébként neki, mint a mangának, de lényegtelen. Úgyhogy srácok, lányok, írjátok le a véleményeteket, bármit esetleg találtatok az interneten, vagy hivatalos forrásokból esetleg tudtok ti is tájékozódni, mindenképpen írjátok le a komment szekcióban, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, illetve tényleg nagyon, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti most mit szóltok ehhez, szerintetek tényleg a Blue Vortex-et fogják folytatni, mi a véleményetek a Blue Vortex-ről, illetve hogyha bármi hivatalos információt megtudok ezeken kívül, vagy valami újítást le esetleg tudok, mindenféleképpen igyekszem tájékoztatni titeket. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek, ha tetszett, csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, és csapassatok egy kommentet, hogy pörgessétek az algoritmust, osszátok meg a videót, hogy minél több emberhez elérjen, a csatorna tagoknak nagyon szépen köszönöm a támogatást, hatalmas pacsi nektek, illetve ne felejtsétek, hogyha ti is szeretnétek csatorna tagságot vásárolni, akár már 200 forintért is tudtok csatlakozni, megtaláljátok a linket a leírásban. Illetve most főleg egy processzor nyeremény játék, úgyhogy ha esetleg érdekel, akkor itt a videóban láthatod ezt a kis videót, amit ide bevágtam, annak a végén el vannak mondva a feltételek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!